Gyakorlatilag tét nélkül utazhat a szófiai öttusa Európa-bajnokságra Kovács Sarolta, hiszen az olimpiai indulása biztos, így felszabadultan versenyezhet a bolgár fővárosban, amit egyfajta tesztversenynek tekint a londoni ötkarikás játékok előtt. Sokkal könnyebb persze, hogy most nincs tét. Igazából ez egy nagyon jó versenyzési lehetőség lesz, mint ahogy elmentem Moszkvába is, tényleg egy ilyen edzés lehetőség, verseny lehetőség, és nagyon jól sikerült, most ezt az EB-t is így próbálom felfogni, azért persze egy Európa-bajnokság, egy felnőtt, azért szeretnék jó eredményt elérni, de mindenféleképpen még így az, hát az olimpia főverseny idén, és hát így az olimpia előtt egy ilyen jó felmérő, hogy hol járok. Az olimpia miatt tehát nem nyomasztja tét az Alba Volán SC klasszisát, de azért mégiscsak egy kontinens viadal arról van szó. Mindenféleképpen az élmezőnyben szeretnék lenni. Gondolok, hogy 1-6-1-8 tényleg aznap, tényleg az eleje az mindig aznap dől el, annyira szoros az öttusa, már a női verseny is, hogy tényleg annyira kicsin és szerencsém múlik az egy-egy jobb helyezés. Úgyhogy tényleg úgy utazok ki, hogy jó formában vagyok, egy jó felmérő, hogy tényleg hol járok most, de tényleg mindent meg fogok tenni, hogy jól versenyezek, és tényleg egy szép helyezést szeretnénk elérni. Idehaza tombol a kánikula, és a szófiai előrejelzés sem mutat lehűlést. Az Európa-bajnokság helyszínén is 30 fok feletti hőmérséklet várható. Ott is biztos meleg lesz. Én igazából nem szeretem a meleget annyira. Hát nyaralni persze jó a meleg, de hát így verseny és edzés szempontjából nagyon nehéz. Hát most is a melegben edzünk, úgyhogy remélem nem lesz vele gond. Kovács Saroltáig kedden utaznak Bulgáriába, szerdán már a selejtezőben szerepelnek. Pénteken pedig a döntőre kerül sor. A magyar csapatot Saci mellett a szintén volános Gyenesei Leila, valamint Tóth Adrien képviseli. Az egyéni induló, amíg mindig csak juniorkorú, Földházi Zsófia lesz.